Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének, szakszervezetének elnöke vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megszoktam egyébként azt, hogy például van olyan politikus, aki ugyanolyan pólóban érkezik, és mindig demonstrál valamikivel. Nem tudom nem észrevenni, hogy a PDS, tehát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a kitűzője alatt ott van egy piros-fehér-zöld sztrájk kitűző. Így van. Ennek elsődleges oka az, és már hónapok óta ott van, hogy az országban mindenféleképpen van egy olyan sztrájk hangulat, sztrájkra való hajlandóság az emberekben, ami meghaladja az elmúlt évek átlagát. Ennek láthatjuk a versenyszférában is a nyomait, és a közszférában is. Március 14-én mi szolidaritási sztrájkkal állunk ki a közszférában meghirdetett sztrájk mellett. Tehát nem az ágazati követeléseink mellett, hanem egy szolidaritási sztrájkra hívtuk az oktatásban dolgozók. Nézzük a technikai részleteket. Mit jelent az, hogy szolidaritási sztrájk? Menjenek-e a gyerekek például iskolába? Jó. Itt az a helyzet, hogy ez enyhe feltételekben szeretnénk megállapodni, mert különben nem lesz megállapodás. Ugye ez a még elégséges szolgáltatás, hogyha mi nagyon bekeményítünk, akkor évekig elhúzódhat, mire megkapjuk erre az engedélyt. Tehát azt szeretném mondani, a megegyezést, azt szeretném mondani, hogy itt most nem az a célunk, hogy megáll az iskola is. Itt nem kényszerítő sztrájkról van szó, hanem kifejezzük a szolidaritásunkat olyan közféra iránt, amelyeknek a követeléseiben egyébként kettő például a mi 12 pontunkban is benne van. Rendben van. A mi gyermekeink, az én gyermekem, meg a kedves nézőink gyermekei mit fognak ebből nagy valószínűséggel érezni? Néhány intézmény jelezte csak azt, hogy teljesen mindenki vállalná sztrájkot, tehát nagy valószínűséggel az intézmények többségében azok, akik nem sztrájkolnak, abban az intézményben, ahova a gyermek jár, tanuló jár, ott felügyelni fogják őket a sztrájk időtartama alatt. Hívjuk bárhogy is azt a sztrájkot, egészen biztosan annak van valamiféle utóélete. Önök minek tehát ezt egy jelzésértéknek tartják? És ha is amennyiben a szolidaritási sztrájk, amit együtt tartanak ugye március 14-én, ugye, és ehhez csatlakoznak majd, és beálltak ugye ebbe a sztrájkba, ezek után önök önállóan sztrájkolnak, ami már nem szolidaritási sztrájk lesz, hanem tehát ágazati? Így van, nevezzük így, az ágazati sztrájkot. Eltaláltam amikor a remek. Amikor 14-en túl vagyunk ezen a sztrájkon, hiszen ennek a szervezése is keményen zajlik, kaptunk egy olyan feltételt, amely nagyon nehezen teljesíthető, mert mindenkit, mind a 110 vagy annál is több munkáltató csütörtökre, ma délre hívta be a tárgyaló delegációnkat. Nincs az a szakszervezet, amely egy nap haladékkal 110 tisztségviselőt, mikor a tisztségviselők zöme teljesen állású ember, tehát ott végzi a munkát. Tehát ma délben meg kéne jelennünk 110 helyen tárgyalni, holott mi írásban szerettünk volna még elégségesre választ kapni, mert nagyon enyhék a feltételek. De visszatérve az ágazatra, a 14-e után a PDS az ágazati sztrájkkal kapcsolatban egészen biztos, hogy tájékoztatni fogja a közvéleményt, hogy dönt. Na most nem nehéz egyébként úgy tárgyalni például tegnap a minisztériummal, hogy közben, én nem tudom, hogy a kitűző önön volt-e már, de hogy nehéz-e így tárgyalni, hogy miközben tárgyalok a minisztériummal, leülök ugye Bódis államtitkárral, meg Latorcai Jánossal, és egyeztetnek az ágazati kérdésekről, aközben ott a levegő, hogy egyébként áttételesen önök ellen fogok tüntetni, vagy sztrájkolni 14-én? Igen, ez természetes. Egy furcsa helyzet, de nagyon érdekes benyomásom támadt, ami persze lehet, hogy téves, az a benyomásom támadt, hogy a tárgyaló partnereink egy részét legalábbis a mi sztrájk követeléseinknek nem érzik magukat kompetensnek, ez azért nem tetszett olyan szempontból, hogy mintha nem lett volna teljes körű felhatalmazásuk. Az oktatásra vonatkozó dolgokban sokkal közelebb tudtunk kerülni. Azt is elfogadom, megfogalmaztuk, hogy a céljaink abban nagyon sok hasonlóság van, de én úgy érzem, hogy a jó szándék, ami megvan az emmi tisztségviselőjében, én úgy érzem, hogy nincs elég érdekérvényesítő erejük. Én azt gondolom, hogy nincs. És azt gondolom, hogy lehet, hogy bármennyire ők ezt támadásnak vélnék, vagy ellenséges lépésnek vélnék, én úgy gondolom, hogy egy kényszerítő erejű sztrájk, az segíteni az ő dolgokat is, amennyiben ezt a szférát, az oktatást jobban rendbe kívánnák tenni. Rendben van, de amit ön mondott, a kettő egy, nem mondom, hogy kizárja egymást, de némileg árnyalja, azt mondja, hogy ha önök sztrájkolnak, akkor ők jobban ki tudnák fejezni, ugyanakkor nincs akkora felhatalmazások, akkor lehet, hogy önök rossz emberrel tárgyaltak? Bizonyos kérdésekben egyértelműen leszögezték, hogy nem érzik kompetensnek az emberi erőforrások minisztériumát. Tehát ezek főleg a PDF követelései 12 pont, a többségük
abból 7 általános követelés van, 5 ágazati, és főleg az általános követelésekben találkoztunk olyat. Például a rabszolgatörvénynek az eltörlését, nincs olyan sztrájkbizottság, amely az elmúlt hónapokban, hetekben pedig jó pár alakult, amely ezt a zászlóhára tűzt, egyedül a PDS-nek van, holott a pedagógusokat ez nagyon áttételesen érinti. Más kérdés, hogy nem pedagógus tagjainkat jobban érinti. Tehát ebben azt mondták, hogy ebben nem nagyon van kompetenciájuk a rabszolgatörvényben, ők nem az Emberi Erőforrások Minisztériumának a felhatalmazásával történhet. Röviden, mi a következő lépés? Nem tudom, hány órát tárgyaltak? Árulja el nekem. Hétfőn tárgyaltunk egy előzetes munkacsoportban egy 2 órát, és tegnap egy olyan másfél órát. És van megállapodás a következő időpontra? A következő időpontban az van, hogy mi most elmegyünk, mert holnap lesz országos választmány, ott átbeszéljük, hogy milyen dolgokról hallottunk, megkérjük a felhatalmazást, és fogunk, van arra felhatalmazás, hogy nem ekkora plénum előtt, hanem minden bizonyan Maruzsa a helyettes államtitkár úr előtt reflektálunk arra, ami elhangzott. De röviden, a következő tárgyalás 14-e előtt még, vagy már 14-e előtt nem tudunk másra koncentrálni a szolgálatást, utána lesz. Rendben van. Biztos. Nézzük a felső tagozatok összevonását. Van benne racionális terv, van benne racionális indok, amiket ugye a program a versenyképesebb Magyarországért dokumentumban láttuk, ugye Varga Mihály pénzügyminiszter és Palkovics László innovációs miniszter nevével fémjelzik ezt. Nevezetesen kiszámolták szakemberek, hogy koncentrálni kell a szakemberállományt, hogy 120 fő alatt nem lehet racionálisan feltartani bizonyos intézményeket, összevonnák ezeket, és az eszközállományt is úgy csoportosítanák, hogy ezekben a központi helyeken mindenhol legyen megfelelő szakember és megfelelő tárgyi eszköz. Mi ezzel a probléma? Túl azon, hogy valóban vannak racionális elemei, nézzük a problémát. Racionálisnak tűnő, én így fogalmaztam, én nem elemei, ítélek meg politikusok gondolatot. Igen. Azért azt mondom, hogy az a része, itt felső tagozatokról van szó, tehát az még elképzelhető, hogy az intézmény egy kicsi településen, egy nagyon alacsony létszámú, mal működő intézménynek ugye az alsó tagozata az marad. Felső tagozattal az a gond szerintem, hogy épp úgy, mint minden, ami csökkenti a vidéki kistelepüléseknek a bármilyen típusú kapacitását, az magának a településnek a megtartó erejét csökkenti. Én nagyon-nagyon remélem, hogyha ezt megpróbálják keresztül vinni ezt a kérdést, akkor az önkormányzatoknak, sokkal nagyobb, a kicsi önkormányzatoknak a szerepvállalását, hogy esetleg tudnának-e még beletenni valamilyen módon eszközt abba, hogy megtartsák a felső tagozatot, nem egy uniformizált, egy tolvonással megtörténő lesz, hanem a helyi igényeket, amennyire lehet, azokat is vegyék számításba. De központi intézmény alá tartoznak nagyon sokan, és nem önkormányzatokhoz. Igen, csak hogy most is tapasztalható a kis iskolákban, hogy az önkormányzatok ilyen önkormányzati hozzájárulásokkal próbálják meg segíteni a fenntartását az intézménynek. Tehát ha eltűnik egy iskola, eltűnik egy felső tagozat is egy kis településen, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy akkor ott nagyon-nagyon sok minden veszik el, nem csak az de a felső. De hát a hozzájárulással nem lesz több gyerek, hogyha azt mondom, hogy Magyarország lélekszáma, ha jól tudom, akkor a csúcson 10,8 millió volt, most 9,7 millió, és csökken a lakosság száma, akkor nyilvánvalóan csökken mindenki, a nyugdíjasok száma, a dolgozókorú lakosság száma, meg a gyerekek száma is. Ez így van. De azt kérdezted, hogy mi lehet még rossz, az, hogy utaznia kell ezeknek a gyermekeknek. Nem véletlen, itt már azért vannak előkészítő dolgok, hiszen az iskolabusz projekt az már többször felvetődött, ezek nyilván összekapcsolódó információk, és tényleg azt tudom mondani, hogy ezek nagyon negatív dolgok lehetnek, ugyanakkor vannak racionális elemei. Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke volt a vendége, meglátjuk, mi következik. Jó. Mindebből köszönöm szépen. Én is köszönöm, viszontlátásra.